Az év vége a futballban, egyben a kispályás tornák időszaka is, a sportág művelői örömmel ragadják meg az alkalmat, hogy lemozogjanak valamennyit a felszedett plusz kilókból. December 26-án és 27-én már hetedik alkalommal rendezik meg a Filó foci csarnokban a megye legnagyobb pénzdíjat kínáló tornáját, amelyre az ország több megyéjéből és a határon túlról is neveztek csapatok. Elég széles a skála, hiszen a baráti társaságok cégeken kívül ugye megyei szintű csapatok, tehát megye 1, megye 2, megye 3-as csapatok, illetve az NB-s játékosoknak a baráti társasága is elérhető lesz a tornán. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezúttal is jó hangulatú meccseket és sok nézőt várnak a szervezők. Ennek az a titka, hogy egy nagyon jó környezetben van a torna, maga a Filócsarnokban, ahol egy igazi profi műfüves pálya, lelátóval, jó infrastruktúrával, és nyilván egy komoly pénzdíjjal, nagyon sok csapattal, általában 32 csapatos a torna, és annyian össze is jönnek bőven. Most, ha többen jönnek idén, akkor lehet, hogy még nagyobb lesz. Nézőket már alig tudják el helyezni, de mindig nagyon jó hangulatú, hiszen karácsony másnapján indul a torna, most is 26-27-e, amikor már tényleg mindenki letette a nagy nyüzsgést, letette a rohanást, és akkor kicsit el tud hangolódni a sportra, a focira, a jó hangulatra. Az 550 ezer forintos pénzdíjból a győztes 250 ezeret, a második helyezett 150 ezeret, a harmadik 100 ezeret vihet haza, és még a negyedik helyezett csapat is gazdagodik 50 ezer forinttal. A tornán a legjobb játékost, a legjobb kapust és a gólkirályt is díjazzák a szervezők.